ma realizálódott az a nagy választási kampányt követő két választási fordulónak a végeredménye, aminek a város egyrészt szemlélője, de nagyon sokan szenvedő alanyai is voltak, gondolva itt plakát és egyéb ügyekre. De azt hiszem, hogy a lényeg mégsem ez, hanem az, hogy ez a két választási forduló végül is törvényes keretek között minden jogi kifogás nélkül úgy zajlott le, ahogy ezt egy jogállam választó joga megköveteli. Hárman jutottak egyéni választókerületbe mandátumhoz, ez átfogja Pécs város egész közigazgatási területét és a közvetlen, a várossal közvetlen határos községi település együttesnek a térségét. A mandátum gyakorlatilag egy jogosítványt jelent a képviselő számára, azt jelenti, hogy a következő 4 évben ő egy olyan megbízással rendelkezik Pécs város és a közvetlen agglomerátumba tartozó falvak lakosságától, ami hitelesíti azt a bizalmat, azt az eredményt, amit a választások során elérnek, tehát amely feljogosítja őket arra, hogy a magyar parlament tagjává válva a parlamentben képviseljék Pécs város és az ide tartozó települések érdekeit. Mi lesz az első és legfontosabb feladat, amihez hozzálátnak a parlamenti munkái során? Hát a frakciülésünk megvolt már az elmúlt szombaton az első. 209-en vagyunk, ez elég sok teendőt ad most a frakció munkatársainak is, tekintettel arra, hogy az előző frakció 33 fős volt mindössze. Én pillanatnyilag egy olyan csapat munkájába veszek részt, akik a parlament munkájának a felépítését segítik elő. Ez egy hatpárti egyeztetés részben a bizottságok felállása, a bizottsági gok személyi összetétele tekintetében, és ugyanez a feladat a párton belül is felállítani azokat a csapatokat, akik egy-egy szakmai érdeklődésnek megfelelően egy-egy témával foglalkoznak. Az ön közvetében sok súlyos probléma van szociális téren. Hogyan tervezi, hogyan lehet képviselni a parlamentben ezeket a gondokat? Nehezen. Egy nagyon feszített költségvetés mellett, ami várható egy pótköltségvetés elfogadását követően, mégis úgy gondolom, hogy amiről itt jegyző úr beszélt, és ami egy nagyon nehéz útra való, egy nagyon nehéz teher, tehát az elkövetkező napokban, hetekben megpróbálom rendszerezni a választókerületbe felmerült gondokat, problémákat. Kapcsolatot keresek az önkormányzat osztályaival, bizottságaival, hogy lássam, hogy önkormányzati szinten, mert végül is ezek itt kezelendő kérdések, mit lehet tenni, és utána megpróbálok képviselőtársaimmal összefogva lobbizni annak érdekében, hogy ezek a gondok, vagy ezeknek egy része megoldást nyerjen. Kertváros sajátos problémákkal küzd. Milyen eszközökkel kíván képviseletet nyújtani a parlamentben? Hát, ami a képviseletbe fér minden eszközzel. Én azt hiszem, hogy szélesebben az eszköztár. Elsősorban tényleg a nagyvárosi tapasztalatokat a parlamentben meg kell zenésíteni, a sajátos problémákat, de van egy rövid távú programom is, amely arról szólna, hogy úgy gondolom, ennek a parlamentnek legelőször is az ország gazdaságával kell foglalkozni. A költségvetéshez vagy így hozzá kell nyúlni, világos ebben, kreatív módon szeretnénk közreműködni. Az önkormányzati választásokat elő kell készíteni jogalkotás szintjén, az önkormányzati törvényt egy kicsit le kell porolni, és hozzáigazítani a 4 év önkormányzati működés tapasztalataihoz, ebben szeretnék közreműködni. És van egy ilyen egyéni jogalkotási programom, ez talán a legegyszerűbb megtűnik, ez pedig a társadalmi szervek tulajdoni viszonyait úgy ítélem, hogy minél előbb rendezni kell. Ez elsősorban a volt sportegyesületek vagyoni viszonyának a rendezését jelenti. Hozzáteszem, hogy a parlamentben legfeljebb a sportlobbi tagja leszek, de nem kívánok a sporttal foglalkozni, ez helyi feladat. Itt viszont próbálom folytatni, amit eddig elkezdtem. Egyéni választókerületben megválasztott képviselők vagyunk,
de mi a városért és a térségért csapatba akarunk játszani, remélhetőleg Toller Laci után szabadon, nem csak helyi szinten. Én viszont annyit szeretnék még elmondani, hogy a parlamenti képviselői mandátumom mellett, aminek nagyon örülök, igyekszem azért a helyi politikába is még tevékenyen részt venni, illetőleg az önkormányzat munkájában szeretném a 10-es választókörzetet a jövőben is képviselni, és a képviselői mandátumomat az önkormányzatban megtartani a legközelebbi választásig. Én azt gondolom, hogy ez a kétirányú munka valóban segíteni fog összekapcsolni azt, amit itt már képviselőtársaim az előbb elmondtak. Hát én pont az ellenkezőjét fogom megvalósítani, amit Szili Kati. Én július 1-jel le kívánok mondani az önkormányzati képviselői mandátumomról. Nem csak azért, mert parlamenti képviselő lettem, hanem emellett én úgy gondolom, nagyon fontos számomra, hogy azokat a közéleti feladatokat, amiket itt Pécset vállaltam, értelmiségi egyesülettől a különböző alapítványokig, a PMSC-nél a társai megbízatásomat, és egyáltalán a helyi munkát, tehát a bennemaradásomat a helyi közéletbe így képzelem el, hogy ezeket a feladatokat vállalom, és helyettem a listán harmadik helyről Só Lászlót fogja javasolni a Szocialista Párt az önkormányzati mandátumra. A Dóm téren, a játékhatárok nélkül euróvíziós vetélkedő helyszínén a megkezdett építkezés és a már megépült lelátó szerkezet környezetkímélő, nem veszélyezteti a műemlékvédelem érdekeit, mondta dr. Fejérdi Tamás, az országos műemlékvédelmi felelősség elnöke a pénteken tartott sajtótájékoztatón. Azonban a munkák további folytatásához utólag az építési engedély iránti kérelmet, illetve a műszaki terveket, statikai tanulmányok benyújtását kéri az építetőktől. A rendezvény sikeres lebonyolításában közös érdekeink vannak. Ez országos jelentőségű ügy, mondta a dr. Fejérdi Tamás pécsi látogatásán.